Az Országos Széchenyi Könyvtárban őrizzük azt a mintegy 1600 történeti interjút, amik a múlt 70-es éveitől készültek, az ország életét meghatározó, kiemelkedő személyiségekkel, politikusokkal, művészekkel, sportolókkal, vagy éppen katonatisztekkel. Így ült kamera elé Horti Istvánné, Buzánszki Jenő, Kéri Kálmán. Az archívumot Bokor Péter és Hanák Gábor hozták létre, de a kitaposott ösvényen ma is járnak kollégáink. Én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy néhány interjút szerkesztőként feldolgozhattam. Ezek közül a király Bélával rögzített beszélgetésről szeretnék néhány gondolatot megosztani, mert az egykori vezérezredeshez személyes kapcsolat fűzött. Király Bélával még Bokor Péter beszélgetett a 80-as években New Yorkban. Ez azért jöhetett létre, mert maga is sorsüldözöttként kellett meneküljön az országból, és ezért átérezhette azoknak a helyzetét, akik a későbbi évtizedekben nem térhettek haza. Kiárta az akkori hatalomnál, hogy hosszú beszélgetéseket készíthessen a hortikorszak, a világháború, vagy éppen 1956 kiemelkedő személyiségeivel. Interjú anyaival ideológiai nyomástól mentesen beszélgetett. Hagyta, hogy úgy emlékezzenek vissza az egykori eseményekre, ahogy az az ő emlékezetükben megvolt. Tette ezt úgy, hogy néha ő maga jobban felkészült volt, mint interjú alanyai. Király Béla szívesen ült a kamerája elé, mert az emigrációban töltött éveit is főként annak szentelte, hogy 1956 eszméjét, emlékét ápolja. A korban nem volt jellemző, és a mai napig sem az, hogy televízió műsorokhoz készülő anyagokat teljes egészében megőriznének. Egyszerűen nem rentábilis. Bokor Péter mégis hosszú távon gondolkodott, és tudatosan építette azt az archívumot, ami a mai napig hozzáférhető, kutatható, és aminek az őrzői, kollégáim szeretettel várják Önöket itt, az Országos Széchenyi Könyvtárban.